Török zászlók lengenek a tatai vár körül, újra elfoglalták a seregek. Megijedni persze nem kell, csak a hagyományőrzők vették birtokba a várat a Patara keretében. 1597-ben a vár valóban török kézen volt, és ez akadályozta a dunántúli hadműveletek indítását. Pálffy Miklós komáromi főkapitány éppen ezért Cselhez folyamodott, és tűzmesterei segítségével bejutottak a várba. Ennek állít emléket már 7. alkalommal a tatai Patara. Nagyon népszerűvé vált szerencsére a mi rendezvényünk. Több mint 1400 hagyományőr jelentkezett, de hát a vár nagysága azért egy 400-500 hagyományőrt enged csak meg. Ami különlegesség, hogy az idei évre elértük, hogy abszolút autentikus hagyományőrök jelentek meg. Értem azt, hogy az öltözékükben, fegyverzetükben már a 16-17. Század eredeti replikáikban jelentek meg. A résztvevők pedig igencsak komolyan veszik a feladatot. Itt éppen az ellenséges táborba lopakodott be stábunk, és figyelte ki, hogy hogyan teszik otthonosabbá környezetüket a törökök. Hát a háborús élményeket feldolgozni, ebben segít ez a környezet nekünk. Persze nem csak háborúzásról szól majd a 3 nap tatán. Változatos programokat kínálnak a szervezők, többek között egy olyan tárlatot is, amit még sehol máshol nem lehetett látni. A Debreceni Múzeum segítségével összeállítottunk egy olyan kiállításanyagot, ami még Magyarországon nem lett bemutatva. Eredeti török fegyverek, ruházat egészen az első világháborúig. Megtudtuk azt is, hogy nem csak a résztvevők, hanem az érdeklődők is sok felől érkeznek. Több általános és középiskolában is beépítik a tantervbe a Patarát, ezzel pedig egyfajta élő történelem órán nézhetik meg a fiatalok, hogy mi is történt több száz évvel ezelőtt.